2022-02-24. Megindul az orosz hadsereg és benyomul Ukrajnába. Milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. Kárpátaljára is rengeteg ember érkezett, volt, hogy egy szárruhában. Főként nők, gyermekek, idős emberek, akiknek segítség kellett. Segítők Kárpátalján. Amikor a háború kitört, nagyon sok ember útra kelt. Ti itt személy szerint, illetve te itt személy szerint, hogy érted meg azt a pillanatot, amikor kiderült, hogy ez bizony háború? Mi volt az első gondolat, az első felindulás, az első reakció? Az első reakció egy ilyen, nem is tudom, biztos, mint a kisgyereknek, amikor adnak egy fapuskát a kezébe, ilyen bosszú, ilyen, mondjuk úgy, nem keresztény gondolat volt a legelső. De aztán, nem is tudom, próbáltam higgadtan megélni ezt az egészet, nyugtatni a családot, ugye, mint egy családfő, helytállni elsősorban. Nem tudom, hogy sikerült, többé-kevésbé úgy érzem, hogy sikerült. Mert ugye csomagoltunk mi is, mint a többiek. Utána olyan jó volt, mert volt egy csomó vasalt ruha benne a bőrönbe, csak kellett szedni elő és hordani itthon. Ennek örültem, hogy itthon tudtam hordani azokat a ruhákat, nem pedig valahol külföldön. Hát nem tudom, így első reakció az volt, amikor így arra ébredtem, hogy a feleségem azt mondja, hogy Jancsi, megkezdődött a háború, azt mondja, háború van Ukrajnában, és én pedig így feleszméltem, és beforultam a másik oldalra, mondom, hagyjál, ez olyan, majd elmúlik, ez az időszak, és nem múlott el. Ez az időszak, ami mögöttetek van, vagy mögötted van, ez sok mindenben megváltoztatott? Hát talán én azt hiszem, hogy így az értékek változtak. Változtak az értékek, nem tudom, így jobban tudjuk értékelni azt, amink van, én úgy gondolom, mert ami egyik nap fontos, az már úgy van, hogy másik nap talán nincs. Nem tudom, változtunk mindenki szerintem. Van-e valami pozitívum ebben a jelenlegi helyzetben, akár személyes, akár a családi, akár az intézménnyel kapcsolatban? Hogy ezek a hovatartozások, hogy milyen fontosak lettek, hogy együtt mennyi mindent meg tudunk mozgatni, hogy megtaláltuk egymást ebben is, hogy amikor megkezdődött a háború, ugye mindenki ugye el volt a saját világába, én úgy érzem, hogy nem úgy működött ez, hogy annyira alapvető dolog volt ez, hogy segítsünk egymásnak mindig, minden téren. És most pedig úgy érzem, hogy azok, akik itt maradtunk, azok jobban összetartanak. Még azt mondanám, hogy az lenne egy plusz, hogyha nem lennének ezek a behívások állandóan, mert ez nagyon megpecsételi a barátságokat is, mert ugye valaki jobban tud mozogni, valaki kevésbé tud mozogni. És szerintem most az utóbbi időben ez egy picikét rányomja, nem picit, nagyon is rányomja a bélyegét mindenre, mert nem tudunk menni pihenni együtt, úgy visszaemlékezünk azokra az időkre, amikor ez felhőtlenül működött. Bárhová egy bográcsot el tudtunk menni megfőzni, vagy egy saslikot megsütni, és ez nagyon jó volt. És most pedig úgy érzem, hogy ezek a dolgok nagyon megváltoztak, de akkor is megvan az a kapu, hogy megtaláljuk azokat a helyzeteket, amikor a barátokkal is össze tudunk jönni. És a barátokkal összejövünk, és ez nem csak arról abból áll, hogy leülünk, eszünk, iszunk valamit, beszélgetünk, hanem meg tudjuk beszélni a mélyebb dolgokat is. Én úgy érzem, hogy meg tudjuk beszélni, és ebből az is kijön, hogy ugye vannak nekem is olyan barátaim, akinek a apuka, anyuka itthon van, a nagyfiúk pedig kint van Magyarországon, és alig várja, hogy az apuka lássa a fiát, a fia szint úgy gondolom, hogy alig várja, hogy lássa az apját. És ezek a dolgok nem normálisok, abszolút, úgy érzem, hogy beteg dolgok. Ezek egy olyan dolgok, amiket 3 évvel ezelőtt el sem tudtuk volna képzelni, hogy ilyen létezik, hogy
határok még szigorúbbak, mint hát azt hittük, hogy ez csak enyhülni fog, hogy úgy fogunk járni külföldre, mint ahogy a schengeni országok között a mozgás, és ez meg teljesen ilyen Észak-Korea módján működik, úgy érzem, de viszont lehet, hogy túlzás, de majdnem. Csak azt akarom mondani, hogy én úgy érzem, hogy az emberek közt sok ízben jobb lett a kapcsolat. Mélyebb, elmélyültek barátságok, meg ilyesmi.